Sziasztok srácok! Ez a mai videó nem lesz egy hosszú videó, csak elmondom az újdonságokat, amiket lehet tudni most jelenleg a játékról. Mai naptól meg lehet szerezni egy ingyenes csákányt, akciós lett a V-Bucks, illetve holnaptól egy érdekes item shopot fogunk kapni. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator kód beírásával, ami nem más, mint Ghost Knight Rider. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod! Gondolom sokan észrevettétek, hogy amikor beléptetek a játékba, kaptatok egy ingyen csákányt. Pontosabban egy meteoros csákányt, ugye az űrhajósoknak a szettjébe tartozik. Egyébként a csákánynak van egy stílusa, amivel fekete színben is lehet használni. Ez az ingyenes csákit azért kaptuk, mert jelenleg Fortnite Mega Drop van, ami azt jelenti, hogy minden V-Bucks és bundle csomag 20%-kal olcsóbb. Viszont srácok, ez a 20% nem egy leárazás, hanem egy új, végleges ár. Ez azt jelenti, hogy a store-ból mindent 20%-kal olcsóbban meg tudunk venni, és ez örökre így marad. Sőt, ez még nem minden. Aki július 14-től egészen mai napig vett V-Bucks-ot, vagy megvette a Summer Legends csomagot, az bónuszban kapni fog még V-Bucks-ot vissza. Pontosan nem tudom, hogy mennyiről van szó, gondolom ez majd ki lesz számolva, lehet 100-200 V-Bucks, annyi a lényeg, hogy a 20%-ot visszakapjuk augusztus 17-én. Illetve aki belép, ugye az megkapja a csákányt, ezt nem tudom, hogy hány napig lehet majd megszerezni, lehet 1-2 hét. Senki se tudja, hogy mi ez az Epicnél ez a nagy leárazás, meg ingyen csákány. Sokan a Fall Guys nevezetű játékra tippel, ugyanis ugye a nézettségben eléggé leveri a Fortnite-ot mostanában. Persze nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani, viszont ha visszaemlékeztek Season 8-ra, ugye az Apex-től megijedt az Epic és ingyen Battle Pass kapott mindenki Valentin napra, úgyhogy lehet, hogy megint valami hasonló van a háttérben, de ez is csak felvetés. A másik újdonság, ami elméletileg a holnapi item shopba fog bekerülni, ezek pedig nem mások lesznek, mint a Save the World-ös konstruktorok. A játékon belüli newsba bekerült, és az alakból ki is lehet venni, hogy ő a Save the World-ös Penny. A Battle Royale-os fájlok között egyébként már régóta bent van mind a kettő skin, úgyhogy szerintem holnaptól már meg is lehet őket venni. Persze, ha az Epic a holnapi napra utalt, de szerintem holnap. És mielőtt valaki megkérdezi kommentben, ezek shoposok lesznek, amit meg kell venni, a Save the World-ösök nem kapják meg ingyen, bár úgy lenne fair, de nem. Az eventről egyébként semmi újat nem tudunk, annyit tudunk, hogy elméletileg ez a season nem fog csúszni, hanem augusztus 27-én lesz vége, szóval előtte lesz valamikor az event. A héten nem volt frissítés, szóval a jövő hétre várható egy nagy frissítés, amiben ugye bekerülnek a dolgok. Viszont én srácok mára mentem, mindenkit várok a délutáni streamre, ugye délután 6 órakor kezdődik majd a Deathrun bajnokság, aki hamar kiviszi a pályát, az nyer giftet. Majd Discordon lehet rá jelentkezni. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videómat, Ghost Knight Rider voltam, sziasztok!